Hollywoodban léteznek nagy magyar nevek, most pedig egy-egy ikonikus nevet fog elmesélni. Adolf Zukor. Ami a legfontosabb a pályájáról, hogy egyike volt azoknak, akik megalapították a Paramount Pictures stúdiót, ami mai napig létezik. 16 évesen döntötte el, hogy elmegy Amerikába szerencsét próbálni. Először ruhákkal foglalkozott, majd a filmezés felé vette az irányt. Életmű Oscar díjat kapott. A férfinak, akit a filmatjának hívnak Amerikában, az iparág több mint 40 éves szolgálatáért. George Zukor. Magyar zsidó származású bevándorlók gyermekeként jött a világra. A pályáját színházban kezdte, majd a legjobb rendező Oscar díjig jutott el. A legjobb fizetett rendező lett a 30-as évek végére. 5 jelölés után megkapta az Oscar díjat a My Fair Lady film rendezéséért. Az Oscar mellett Arany Globus díjat, BAFTA és Emmy díjat is kapott. William Fox. Ő azért ismert, mert megalapította a 20th Century Foxot, ami szintén a mai napig létezik. Nagyhatalmú ember volt, de így sem mentek el a szakmai emberek a temetésére. Megkapta a csillagját. Michael Curtis, Kertész Mihály. Gyermekként rajongott a filmiparért. A színészetet is megtanulta, de végül rendező lett. Itthon nagyon ismert lett, de az akkori helyzet miatt elment Amerikába, és ott is megszerezte hírnevét. Megkapta Casablanca a legjobb film Oscar díjat, és kapott csillagot is. Szabó István. Orvosi családból származott, de végül filmrendezés mellett döntött. Ami nagyon jó döntés volt, mert Magyarországon az egyik legismertebb filmrendező lett, és még Amerikában is megismerték nevét a Mephisto rendezéséért, amiért megkapta a legjobb idegen nyelvű filmért járó Oscar díjat. Csupó Gábor. Ő azért különleges, mert animátorként szerzett hírnevet. Olyan művekben láthatjuk a tehetségét, mint a Simpson család vagy a Scooby-Doo. Fázisrajzolóként, de még sok másban is megmutatta magát. Böszörményi Zsuzsa. Eddig inkább a férfiak vitték a sikert, de vannak nők is. Filmrendező szülőkkel rendelkezik, nem véletlen, hogy ő is ezt a pályát választotta, de ő a dokumentum felé ment. Megkapta Diák Oscar díját a legjobb külföldi filmért, az Egyszer volt, hol nem volt rendezéséért. Nemes Jeles László. Az ő neve azért fontos, mert sok év után újból megkapta Magyarország a legjobb idegen nyelvű Oscar díjat a Saul fiáért. Deák Kristóf. Saul fia után az ő rendezése miatt a legjobb élőszereplős rövid filmért megkapta az Oscar díjat a Mindenki. Ami még a mai napig sikert arat a magyar közönségben.